Művészeket, újságíró kollégákat. Igazság az, hogy nem vagyok hozzászokva ehhez a Rivalda fényhez, amiben most szerencsém van, de majd megpróbálok hozzászokni. Amikor készültem erre a sajtótájékoztatóra, a sajtótalálkozóra, akkor próbáltam kiszámítani, hogy hanyadik zsinőről is beszélünk most. 2016-ban rendeztük meg az első zsidó művészeti napokat, úgyhogy tulajdonképpen egyszerű lenne kiszámolni, hogy 2020-ban volt az ötödik, és akkor most a hatodik zsidó művészeti napokról lenne szó. Viszont 2020-ban történt egy kis csavar, ez a vírus nekünk se segített. Egy koncertünk ment le, a Dés koncert, nagy sikerrel, de a többi programunkat nem sikerült megvalósítani. És akkor jött 2021, kitűztük májusra az időpontot, aztán kitűztük júniusra, aztán kitűztük júliusra. Úgyhogy a mi kis csapatunk megtervezte háromszor, megcsinálta a promóciót, kibocsátotta a jegyeket, eladtuk a jegyeknek egy részét, szerződtünk a művészeinkkel. Aztán halasztottunk, módosítottunk, megint halasztottunk. Úgyhogy mondhatom azt, hogy a 2021-es zsidó művészeti napokat ebben az évben már negyedszer szervezzük meg. Én nagyon bízom benne, hogy az ez évi október, november, december sikerrel fog járni, és sikerül a rendezvényeinket lebonyolítani. Fel vagyunk készülve a vírus miatt arra is, hogyha kell, akkor online fogunk sugározni. Minden esetre nagyon számítunk az újságíró kollégák segítségére, hogy segítenek majd promotálni a rendezvényeinket, holott van már olyan, ami elővételben elkelt, van olyan rendezvényünk, ennek ellenére a segítség soha nem árt. Mielőtt átadnám nektek a szót, egy szomorú kötelezettségemnek szeretnék eleget tenni. 2021. szeptember 19-én eltávozott Zoltai Gusztáv, aki nagyon nagy támogatója volt a kultúrának, a Mazsigisz és a BZH egykori ügyvezető igazgatója. Nekem személy szerint nagyon jó barátom és támogatóm a munkámban, és ő nagyon sokat tett annak idején a Zsidó Nyári Fesztivál létrehozásában. Nagyon szomorú szívvel emlékezünk rá, és szeretném, úgyhogy egy perces néma felállásra adóznám emlékének. Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves fogadtatást, amikor Vera kimondta a nevem. Igen, nagy örömmel jöttem vissza, hogy segítsek a zsidó művészeti napoknak, de én nem tudok segíteni, hogyha ti nem vagytok. Azaz az összes újságíró kollégámat nagy szeretettel köszöntöm, és nagyon köszönöm, hogy kíváncsiak vagytok, hogy érdeklődtök, és lehetőségeitekhez képest tudtok segíteni abban, hogy hírét vigyétek a zsidó kultúra népszerűsítésének, hiszen a zsidó művészeti napok elsődleges feladata az, hogy életben tartsa a zsidó kultúrát, hogy megmutassa azt, hogy mennyire sokszínű ez a világ, és természetesen minden egyes produkció, amelyiket itt hallani és látni fogjátok, legalábbis a képviselőiket, meg fogjátok tapasztalni ti is, hogy nincs kivétel, minden egyes előadás a zsidó szerzőkhöz, zsidó előadókhoz kötődik, mert hogy ez a legfontosabb feladatunk. A program nagyon-nagyon hosszan elnyúlik most, ahogy a Vera is említette, ugye nem 10 napra vagy egy hétre korlátozódik, hanem októbertől december végéig tart. Úgy, ahogy az előzőleg lekötött helyszínekkel meg lehetett állapodni, hogy mikor, hol van szabad hely, és a művészeknek is jó az adott időpont, tehát így kerültünk újabb és újabb időpontokra a megfelelő helyszínekre. A legtöbb programunk a Mankultban lesz, most már mondhatjuk azt is nyugodtan, hogy az évekre visszamenőleg, hogy törzshelyé vált a zsidó művészeti napok egyik törzshelyévé vált. De a Frankel Leó utcai zsinagógában is lesz programunk, és hát majd hallani fogjátok, hogy hol találkozhattok a művészekkel, és hát a közönség hol találkozhat a művészekkel. Mindenki, aki jelen van a művészek közül, a fellépő művészeink közül, fog a saját produkciójáról néhány remélhetőleg kedves gondolatot mondani.
ezt jegyezzétek nyugodtan, és a sajtóanyagban pedig én csak a száraz tényeket írtam le, hogy mikor, hol, mi lesz majd látható, és kik a szereplői az esnek. Tehát figyeljetek nagyon, és hajrá, kezdjük el. Elsőként Horgas Esztert kérném szépen, aki december 22-én Imagine Fele gyerekek, akik megváltoztatták a világot címmel a Classic Jazz Band-del együtt, Falusi Mariannal és a játékmesterrel, Károly Molnár Péterrel készül valami fergeteges előadásra. Nekem nem idegen megérve. Jó napot kívánok, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Amit Betty elmondott, az igaz is, meg nem is, mert hogy hát ugye én elég régóta játszom itt, és kapok lehetőséget Verától, és ez mindig nagy kihívás. És hát az, hogy bejött ez a vírus és a pandémia, az ebben a kivételes helyzetben, hogy is alakul az előadás, nekem jól jött, mert hogy az történt velem, hogy engem nagyon-nagyon megviselt ez az elmúlt év, és hát ilyenkor, amikor az ember be van zárva, akkor nagyon érdekes és furcsa gondolatok jöttek, és én teljesen más darabra készülök, mint amit megbeszéltünk a Verával, ezt most így nyilvánosan meg is tudom. Mert hogy én arra betemettem, hogy én írtam tulajdonképpen egy színdarabot. Az elmúlt években már teljesen egyértelmű számomra, hogy igazából az összművészet érdekel, és hát ugye a fuvoláról tudni kell, hogy nem igazából egy szóló hangszer, tehát hogy végigjárva a klasszikus repertoár, kamarazenét, nagyzenekarokat, szóló darabokat, nagyon hamar a fuvolairodalom végére lehet érni. Hát hogyha valaki olyan elszánt, mint én, és annyira szeretne itt a Rivalda fényben állni, akkor elkerülhetetlen az alkotás. És ezen a pályán, ahogy alakultak, ugye évről évre az újabb és újabb bemutatók, ahol egészen fantasztikus partnereim voltak, egyre világosabbá vált számomra, hogy akkor tud izgalmas maradnia ez a hangszer, és akkor tud szóló hangszer lenni, hogyha egy előadásba ezt elhelyezem. Tehát nem csak a fuvola szól egész este, hanem például itt az új bemutató kapcsán most konkrétan egy színdarab született. Károly Molnár Péterrel fogok együtt dolgozni, most már hát el is kezdtük a közös munkát, amikor találkoztam vele, akkor elég félbe adtam elő neki az ötletet, mert hogy végül is úgy alakult ez a darab, hogy én azt szeretném, hogy ő, mint Elton John, jöjjön be az estébe. Tehát tulajdonképpen az est arról fog szólni, hogy hát tulajdonképpen egy ilyen monodráma 18 világslágerrel és 11 fene gyerekkel. A zenékből indultam ki, tehát hogy mi az, ami jól áll a fuvalának, mi az, ami jól áll a bandámnak, a Flash Jazz-ben, de ugye hát rengeteget koncertezünk, és hát rengeteg tapasztalat jött, hogy mi az, ami igazából működik, meg mi az, ami jól áll Falusi Mariannak, hiszen ő ugye az est másik nagy szólistája, aki egészen fantasztikus dalokat énekel el. Hát tulajdonképpen ezek nagyon nagy világslágerek, és egy egészen számomra is nagy kaland volt ezen dolgozni, mert hogy szembe jött, hogy mennyire mindennek ára van. És azt gondolom, hogy a mai világban ez borzasztóan fontos, tehát hogy az, hogy valaki Rivalda fényben áll, és sztár lesz, és mondandója van a világnak, és hatalmas nagy sztár lesz, ennek úgy tűnik, és ez az esből is ki fog derülni, hogy hihetetlen nagy ára van. Tehát tulajdonképpen a 12 fene gyerek, ugye Elton Johnnal együtt, hihetetlenül hasonló utat jár be. Tehát egy picit azon is gondolkoztam, hogy olyan ez a sztár lét, mint hogyha valamilyen útra ráraknák őket, ahol kötelező bizonyos dolgokat meglépni, névváltoztatás, olyan hihetetlen traumákat élnek meg, amivel senki nem foglalkozik, egyetlen egy ember foglalkozott ezzel, és ő pedig Elton John, tehát aki egy adott pillanatban is ez a színdarabban benne is lesz, ki tudja mondani, hogy drogos vagyok, bulimiás, és alkoholista, és bajban vagyok, tehát segítségre van szükségem.
és ő végigjárja ezt az utat, amit majd reményeim szerint egyébként Peti minden külsőségben is, és belsőségben is, és a különböző emberekkel, tehát George Michael-től, Tina Turner-ig, Lemont-tól, Nina Simone-ig, tehát fantasztikus kapcsolatai volt ezekkel az emberekkel, Freddie Mercury-val. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az estén reményeim szerint nagyon sokat fogunk sírni, meg bulizni is, tehát mindig nekem borzasztóan fontos a bulizetekben az ellenpontozás, és azt remélem, ahogy most már elkezdtem dolgozni Károly Bonnár Péterrel, hogy egy egészen fantasztikus lehetőség van ebben, mert hihetetlenül jól áll neki ez a szerep, és hát nagyon remélem, hogy meg tudjuk csinálni ezt az átalakulást, ahogy nagyon nagy külsőségekkel megérkezik a színpadra, és majd hogyan alakul át, és mondom közben pedig a csapattal 18 világsláger fog megszólalni, amit meg természetesen, ahogy mi szoktuk, nem egyszerűen eljátsszuk a dalokat, hanem itt óriási nagy elázások és nagy üli hangulat lesz. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy nagyon, nagyon, nagyon eladható, nagyon szerethető világslágerekkel teli előadás, hihetetlen nagy drámákkal és számomra legalábbis nagyon nagy megdöbbenésekkel. Tehát, hogy ezeknek az embereknek, tehát, hogy van ez a, amit valamiért. Nem tudok rövidebben, vagy nem tudtam rövidebben beszélni, elnézést kérek, mert nagyon-nagyon benne vagyok, és nagyon foglalkoztat, és nagyon szeretem. Hát most vagyunk ugye az alkotási folyamatban, mert ugyan elmaradt két dátum, de mivel mondom én, ez bennem nyáron teljesen átalakult, és rájöttem, hogy mit csinálom, tehát nyilván személyes kötődésem is van, bár nem kell megírni, hogy drogos vagyok, mert nem vagyok drogos, de hogy nagyon-nagyon izgat ez a valamit valamiért, mert hát nyilván, mint minden művész, azon a szélsőséges érzelmi állapotokat élek meg én is, és ezeket valahogy el kell helyezni a világban. Úgyhogy így, bármi egyéb kérdésben, akkor állok a rendelkezésre. A csapatomat még esetleg, ha elmondjam, a Class Jazzman, egy fantasztikus muzsikusokkal dolgozom együtt, Kaszás Péter fog dobolni és énekelni, akit ugye egy időre Aldi Mehol elvitte. Visszajött hozzám Ás Viktor, aki a basszusgitáron játszik, és szintén énekelni is fog, és a dalok nagy részét ő hangszereli, tehát vele dolgozom ezen. Révész Rihárd, aki a latin zenefene gyereke, ő fog zongorán játszani. Dajka Krisztián, aki nem kisebb feladatot vállalt, mint hogy Aldi Mehol helyett tulajdonképpen állt be a csapatba, és hát egészen elképesztő, hogy milyen képességei vannak, tehát bármilyen műfajban tényleg Isten király, ahogy szoktuk mondani, és Pusztai Csaba fog ütő hangszereken játszani, és hát természetesen a régi nagy partner, akit borzasztóan szeretek, és nagyon-nagyon sokra tartok, mint szakmája minden, vagy Legfalusi Marian. Tehát, hogy a dalok meg tudjanak szólalni ének formájában is ő lesz, és Kálai Molnár Péter, valamint jó magam. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Második vendégünk, akit szeretnék színpadra kérni, Potaki Szilvi, egy fantasztikus színésznő és énekesnő, aki a Modern Art Orchestrával Karádi Katalin fogja megidézni a november 27-én, szintén a Mompultban. Szilvi, gyere, légy szíves, és mondd, hogy miért izgat téged Karádi személyisége. Szép jó napot, sziasztok! Nagyon furcsán érzem magam, mert én tavaly március óta nem álltam színpadon, úgyhogy egyfajta ilyen izgatottság van bennem, ilyen jó leső, hogy közeledik ez az alkalom. Az Opium keringő egy jazz story műfaját tekintve, ami tulajdonképpen egy érdekes küvé, mondhatni, mert egy színházi előadás, egy jazz koncert és egy filmnek a elegye. Ugyanis a Modern Art Orchestra zenekar játszik végig, tehát nem csak a dalokat kíséri, hanem mint a film zene is, illetve az érzések, meg minden egyéb belem rezeg az egész zenekar folyamatosan, és egy
egy hold-szerű körben egy nagyon közeli felvételről végiglátszódnak a kis mikromimikáim az előadás során. Karádi Katalin, akiről azért nagyjából általában azt tudjuk, hogy egy országosan ismert díva volt, és nagyon kevesen ismerik, hogy tulajdonképpen ő milyen fenomenális személyiség volt, és mennyit segített sok embernek. És onnan indulunk, amikor a Gestapo letartóztatta, és 3 hónapig fogva tartották, és ezt meséli ez a történet roppant fordulatosan, és érzékenyen Lengyel Ferenc írta és rendezte ezt az előadást. 13 dal hangzik ebben, nem egyrészt Karádinak a dalai beleágyazva ebbe a történetbe, és jelen időben tulajdonképpen, mintha ott lennénk, ott lennének a nézők is a történetben, mesélem el. Úgyhogy mindenkit szeretettel várom. Köszönöm. A következő napon, november 28-án, a Hanuka első napján Bíró Eszter és zenekara Frankel Leóczai zsinagógában várja a gyerekeket és a szüleiket. Eszter, mesélj szíves, hogy mennyiben lesz a speciális ez a koncert. Mindenki sok szeretettel üdvözlök, én is. Abszolút speciális lesz. Most már lehet mondani, hogy 8 vagy 9 éve énekelek gyerekeknek, és természetesen ez idő alatt azért volt egy jó néhány esemény. Szoktunk mi Mikulás koncertet adni, volt már karácsonyi koncert. Hanukai koncertre nem kifejezetten emlékszem, de olyan még biztos nem volt, ami a Frankel Leó úti zsinagógában történt volna. Tehát olyan már volt, hogy a Frankel Leó zsinagógában koncerteztem, de olyan még nem, hogy kifejezetten gyerekeknek. Az a specialitása ennek a koncertnek, hogy nem csak a gyerekdalokat lehet majd hallani, amiket ugye most már 3 CD-n keresztül Födő Sándor és Hegyi György írt nekem, olykor Marék Veronikával és Varó Dániellel kiegészülve, hanem az egésznek a tematikája Hanuka köré fog épülni. November 28-án lesz Hanuka első napja. Még egy fontos dolog is, ami miatt ez igazán különleges lesz ez a gyerekkoncert, hogy egy jó néhány éve, talán már van az 3-4, a Lauder Javné iskolában, ahova egyébként a gyerekeim is járnak, de ezt nem kell megírni, de minden van, nem szeretném ezt így reklámozni, elkezdtem foglalkozni gyerekekkel, méghozzá kifejezetten abból a szempontból, hogy azok a zsidó dallamok, amelyek eltűnőben vannak, és akár még egy ilyen zsidó iskolában is, mint a Lauder, mégis tematikusan kerüljenek föl korongokra. Először ezt a tanároknak szántuk, hogy ne csak mindig ugyanazok a dalok, tehát Hanukakor 2 dal, Sabbatkor 2 dal, csendüljön föl az ünnepeken, hiszen sokkal-sokkal több dal létezik. Úgyhogy ebben a tematikában először péntekesti, vagyis sabbati dalok kerültek korongra, aztán következtek az izraeli dalok, az Izrael 70. születésnapi évében. Aztán most idén a pészlefi dalok, illetve nyáron tartottunk egy tábort, ahol kifejezetten hanukkai dalokat rögzítettünk egy korongra, ami egyébként meg is fog jelenni szűk körben. Természetesen, hiszen ez elsősorban egy ilyen oktatási anyag, viszont ez alatt a néhány év alatt azok a gyerekek, akikről kiderült, hogy szeretnek énekelni, és van kedvük ilyesmi dalokat sírim kórusban énekelni, azok most már nagyon-nagyon lelkesen járnak a kóruspróbákra, és azt gondoltam, hogy na itt az idő, és ez a fesztivál, ez egy csodálatos lehetőség erre, hogy a gyerekeknek az életük első szereplése ez itt legyen a zsidó művészeti napokon. Úgyhogy el fog kezdődni ez a kis hanukai gyerekkoncert, amely természetesen az Időradén, az Állati Zenés MBC dalokkal indul. Majd amikor a Hanuka történetéről fogok mesélni, akkor jönnek ezek a gyerekek, és egy jó néhány hanukai dalt meg fognak szólaltatni. Azt gondolom, hogy a Hanuka az azon kevesebb ünnep, kevés idő ünnepek közé tartozik, ami vidám.
amit igazán szoktak élvezni a gyerekek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a két dolog, ez most nagyon jól össze fog kapcsolódni, és sok szeretettel várok én is mindenkit. A zenekarommal, Csókás Zsolt, Földős Anyi, a Sirim kórussal, amelyet Rév Katával, a Laguder iskola tanárjával együtt vezetünk, úgyhogy november 28-án gyújtsuk meg az első hanukai gyertyát közösen a Frankelle Óbutési Napokában. Várunk mindenkit szeretettel. A klasszikus komoly zene rajongói számára is kínál választási lehetőséget. A Zsidó Művészeti Napok körünkben van két nemzetközi hírű csodálatos művész, Korcsó Lándor Zsolya hegedű művész, és bocsánat, Bonyai Apolka, időnként az ember agya, amikor így izgul, akkor kihagy. Bonyai Apolka, zongora művész. Kérlek, fáradjatok föl a színpadra, és mondjátok el, hogy a Zene Akadémia Solti termében mire számíthat majd a közönség. Köszönöm. Nagy szeretettel köszöntjük mindenkit. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetünk ennyi idő után, igazán amióta vártunk már erre a pillanatra. Verával már nagyon-nagyon régóta dolgozunk együtt, tehát nem ez az első projektünk és első koncertünk. Viszont a helyszín az valami varázslatos. A Solti terem, a Zeneakadémián az a terem, ahol én életemben először, mikor felvételiztem a Zeneakadémián, 12 éves koromban eljátszottam az első darabjaimat, hiszen ez az a helyszín, azt hiszem még ma is, ahol a felvételiket tartják, és ebben az esetben a különleges tehetségek osztályában, ebben a teremben és ezen a színpadon nyertem felvételt, úgyhogy nekem ez valami hihetetlen, fantasztikus érzés, hogy Vera ezt az álmomat valóra váltotta, hogy végre egyszer én is felléphessek ebben a teremben. Bonyai Apolkát nagyon-nagyon régóta ismerem, középiskolás korunk óta, viszont még soha nem játszottunk együtt, úgyhogy azt gondolom, hogy a zsímű egy csodálatos esemény lesz arra, hogy először együtt játszassunk. A program pedig nagyon érdekes, azt gondolom, Aranykora címe, Goldmár Károly, Korngold, Erich Korngold műveit és Liszt műveit hallhatja majd a közönség. Goldmár Károly természetesen ismert számunkra, hiszen ő volt a legnagyobb magyar zsidó zeneszerzőnk, és azt gondolom, hogy világhírre tett szert, hiszen Sába királynője című operája a legjátszottabb opera volt anno a Bécsi Operaházban. Úgyhogy őtől fogunk egy E-dur szvittet előadni, ami nagyon ritkán játszott arra. És Goldmár Károly volt az az ember, aki tulajdonképpen elindította Erich Korngoldot is az útján, hiszen a kis Erich 11 évesen fellépett Goldmár Károly ezt hallotta, és csodálatos kritikákat írt róla. Később természetesen tudhatjuk, hogy Erich Korngoldnak el kellett menekülnie Bécsből, és nem is akárhová menekült, Hollywoodba, és ő lett tulajdonképpen a hollywoodi mai zenei nyelv és filmzene ősatja és megalapítója. Úgyhogy őtőle fogjuk eljátszani a Sok rúgó semmiért című szvittet, és még egy nagyon érdekes darabot szeretnénk hozni a közönségnek, ő pedig Goldmár Károly unokaöccse, aki Rubin Goldmark. Nagyon-nagyon ritkán játsszák a műveit, és tőle fogunk egy rövid kis darabot eljátszani. Rubin Goldmarkról azt kell tudni, hogy ő már New Yorkban nőtt fel, természetesen Károly nagyon-nagyon sokban támogatta az ő karrierjét, és Rubin Goldmark volt az a zeneszerző, aki Juilliardon először tanított zeneszerzést, és nem is akármilyen növendékei voltak, Copland, és még nagyon, és Gershwin, és Gershwin is hozzájárt. És egy párszor átadom a szót Apolkának, aki Liszt darabokról szeretne egy pár szót beszélni, amik el fognak hangzani a koncerten. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagy öröm, hadd mondjam el, hogy együtt léphetünk fel Orsival. Tényleg otthonunk szinte a alma máterünk a Zeneakadémia, úgyhogy ezt is nagyon köszönöm Vadas Verának. És hát a Liszt művek, hogy kerülnek ide a képbe, arról néhány mondatot, amikor Goldmark Pestre látogatott, akkor Liszt Ferenc látta őt vendégül ebédre, majd tisztelete jeléül eljátszott a Plotényi Nándorral, akkor kiváló hegedű művészével ezt a Goldmark Édmus szvittet fejből, mint pedig. Emeli a szép műsor mellé még három Liszt művet válogattam, a Genfi harangokat, ami a Vándor évek svájci kötetéből való, tulajdonképpen ez egy preimpressionista mű, és ehhez kapcsolódóan egy másik hasonlóan az impressionizmus előfutára az erdőzsongás hangversenyetűt fog még elhangozni Lisztől, valamint egy kicsit rimmelve a Goldmark Ádú románcára pedig a Liszt szerelmi álmok harmadik darabja.
Még ez tulajdonképpen így, hogy átkerült 2021-re, azt is mutatjuk, hogy Lisztre is emlékezünk egy kicsit, hiszen születésének 210. évfordulóját ünnepeljük 2021-ben. Szeretettel várom mindenkit december 2-án a Solti teremben. A versek megzenésítésének egyik nagymestere Huzella Péter. Péter, itt vagy, nem Erla? Köszönöm, hogy itt vagy. Mácsai Pállal víjonestre készülnek. Talán nagyon jól ismeritek ti is a Te fogad és kitaszít a világ című estjüket. Azért egy picit más lesz. Péter, te mit tudsz erről? Légy szíves, várj fel a színpadra. Most azt kéne mondanom, hogy igen, más lesz, egészen más lesz meg. Itt mindenkivel újdonságban jön elő, ez pont olyan lesz, mint a bemutatón. Úgyhogy mindenki ismeri már, gondolom, egész Budapest látta, hallotta. Én minden egyes est után megígérem Palinak, hogy körülbelül egy hónap múlva a szív és a test vitáját hozom. Mert az még hiányzik. És ennek 30 éve lassan. Úgyhogy ne számítsanak semmi újra. De mivel François Villon, ugye ezt a középkori költőt ugye a nyugatos, ifjabb nemzedék végigfordította, Illés, Szabó Lőrinc, Vas István, József Attila, és Mészöly Dezső, és számunkra lefordította a négy sorost, azt a bizonyos híres négy sorost, Orbán Ottó is, aki egyszer hallott bennünket. Úgyhogy az összes fordításban elhangzik majd, és még franciául is elmondja Pali. Amikor 30 évvel ezelőtt minket valaki felkért erre, hogy Péterként kéne egy villanest, hozzál egy színészt magaddal. Hát ki legyen az, aki hasonlít ehhez a vagány, belevaló, jóképű, dögös, macsó sráchoz. Villon nem ilyen volt egyébként, ezt a verseiből tudjuk. Ilyen pattanásos, sovány kísértetnek nevezi magát. De hát ugye a mi fantáziánkban Villon egy ilyen alak, ilyen tartanya. Úgyhogy mondtam, Mácsai Pali. Palinak egy feltétele volt, hogy ő is akar gitározni. Én ebben lazán belementem, Istenem, színész, gitározik. Jobban játszik, mint én. Mondjuk nem csoda, mert egyszer Gregor József, Jóska hallott bennünket játszani, amíg a kalánkával, és azt mondja, hogy fiúk, ez nekem nagyon tetszik, én beszállnék hozzátok. Mennyi idő alatt lehet megtanulni gitározni? Illés Dani azt mondja, hogy hát nézd, ahogy a Huzella, negyed óra. Úgyhogy ez sok volt Jóskának. Szóval ez a víjonest, ez lesz a víjonest, és én borzasztóan szeretem, ugyanis ezt a középkori költőt a 20. századi költők fordították magyarra. És mégpedig, hát ezt el kell, hogy mondjam, természetesen megkerülhetetlen Faludi György, de hát azért, mert ugye ő ezeket először átírta. Van, ami nagyon hasonlít, van, ami egyáltalán nem hasonlít, sőt a haláltánc ballada az nincs is a Villon életműben. Szóval ő nem írt. Azt Faludi úgy hozzáírta. Ha már belekezdett és érezte, hogy megy neki, megcsinálta azt is, úgyhogy ez aztán azt hiszem 10 000 példányban ment el, amikor a nagyon fájó József Attila azt hiszem, hogy 200-at adott el. És ez nem terhelte meg a barátságukat. És akkor nagyon felháborodott az irodalmi kánon, ugye, és azt mondták, hogy már nem létezik, hogy egy átirat ilyen népszerű legyen, és ők meg lefordították rendesen tényleg, és híven a franciához, az ófranciához, úgyhogy így rendkívül gazdag, modern költővé vált François Villon. A franciák egyáltalán nem becsülik annyira, de mi nagyon szeretjük, mert emlékeztet bennünket az ifjúságunkra, és mindenkit a sajátjára, úgyhogy aki eljön, akkor ott meg fog fiatalodni, remélem én is. Nagyon szépen köszönjük, Péter, és nagyon szerényen azt mondtad, hogy ez ugyanolyan lesz, és semmi különbség nem lesz az eddig hallottak közül, de azért lesz meglepetés, Mácsai Pál készül olyan szövegekkel és olyan tartalommal is, ami eddig nem volt az előadásban, de pontos részleteket nem várnak el. Valószínűleg ez fog következni. Igen.
Kovács Kriszta minden évben a zsidó művészeti napokon valami nagyon újjal áll elő. Így van ez most is, december 9-én szintén a Monpoltban a zenekarával és természetesen állandó szerzőtársával, Fábri Péterrel a Biblia show-ra készülnek. Hát szóval a bibliai történetek fognak megelevenedni, de biztos vagyok benne, hogy nem felolvasás formájában. Kriszta Péter. Péter, gyere te is, légy szíves, mondod. Oké. Okay. Szóval mindennek ideje van. Ezzel a dallal indul ez a CD, pontosabban úgy szól, hogy a születés, a meghalás, az emlékezés, mindennek ideje van. Hát most jött el az ideje, hogy én ezt a koncertet beharangozzam önöknek, nektek. Miért Biblia? Illetve először elmondom a szerzőket, Wolf Péter és Fábri Péter. És miért a Biblia? Hát tulajdonképpen, ahogy Vera, Vadas Vera mindig megtisztel azzal, hogy felkér egy új műsorra, de ez ugyanúgy egy kihívás és nehézség, hogy mindig újat kell csinálni. Mindig valami újat, ami kapcsolódik a zsidó kultúrához. És hát most a lányom, Fábri Flóra találta ki, hogy mi legyen ez. Mégpedig azt mondta, hogy mi lenne, hogyha most a Biblia lenne az alapanyag. És így is lett, a Biblia lett az alapanyag, a Bibliából indulunk ki, de mai dalok születtek, olyan dalok, amik utalnak a Bibliára, vagy van, hogy konkrétan is felidéznek egy-egy történetet, hogy egy-két címet felolvassak, a nő teremtése. Ha egy igaz embert mutatsz nekem, Bábel, a fáraó álma, ha visszanézel, mit vinnél magaddal a bárkára, zeng a szózat, nem az éj, aki küzd. A zenészek, nagyon érdekes a hangszerelés, mert egy barokk trió kísér. Nagy volt a kihívás, hogy egyszer lányommal már tudtam együtt fellépni és dolgozni, hiszen ő egy csembaló művész, barokk muzsikus, és Wolf Péter végül is egy barokk trióra álmodta meg ezt a lemezanyagot, tehát elmondom a felállást. Baranyai Piroska cselló, Fábri Flóra csembaló és Köncs László hegedű, ütőhangszerek és beatbox, és ők mind a hárman klasszikus zenészek, de mind a hárman remekül énekelnek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor őket fogom fölkérni, hogy a lemezen is és a koncerten is énekeljenek velem, és ők lesznek a vokál is. A koncert időpontja most már a harmadjára remélhetőleg megtartjuk, december 9-én a MOM Kulturális Központ kupolatermében. Várjuk Önöket! Az én dolgom, hogy valamit a lemez születéséről beszéljek, tehát mint kiderült, a lányom könnyén azt mondta, hogy a Biblia, és ennek ugye az lett a következménye, hogy akkor én hosszú idő után újra átom az éjjig végig olvastam a Bibliát, abban a pár hónapban jegyzeteltem, Wolf Péterrel nagyon jó együtt dolgozni, azt csináltuk, hogy talán egy olyan 100-150 témát kijegyzeteltem, de ebből lehetne valamit csinálni. Aztán húztuk, és néztük, hogy mihez tudok én egy-egy slágerben mondást kitalálni. És így aztán leszünk úgy végül erre a 16 dalra. Nagyon izgalmas volt, úgy dolgoztunk, hogy én megírtam a slágerben mondást, mit címél magaddal a bárkára, ugye ez egy ilyen slágerben mondás. És akkor Péter elkezdett arra valami zenét írni, aztán írt valamit, aminek már semmi köze nem volt ritmikailag, stb. Ahhoz, amit én kitaláltam. Nagy ritkán az is előfordult, hogy küldött egy zenét, hogy hát erre valamit írjál, és akkor én egy bibliai témát meg kellett, hogy arra írja. És végül is ezt így írtuk meg együtt. Én tulajdonképpen nagyon élvezem ezt, hogy minden ilyen munka azt jelenti, hogy olvashatok, úgyhogy nagyon remélem, hogy a Vera jövőre is felkér minket valamire, amikor jövőre is olvashatok valami ilyen izgalmasat. És valóban hát az meg egy különleges élmény volt, hogy ennyire szabadon mászkálhatunk műfajok és stílusok között, és Péternek sikerült hangszerelésben úgy megcsinálnia ezt, hogy ez a barokk trió, ez úgy szól, mint egy popzenekar. Úgyhogy remélem, ezt mások is így hallják majd. Az megvan mindenkinek ugye, hogy Hanu karácsony. Ezt szoktuk mondani akkor, amikor közös rendezvényeket tartanak a karácsonyi adventi időszakban és a Hanuka időszakban, hiszen van egybeesés a kettő között. Most viszont egy másik frappás cím született, mégpedig Hanuk Akusztik. Tudjuk kimondani? Értik, akusztikus koncertről van szó.
nem akármilyen koncertről. Az idén 25 éves Cotton Club Singers, akik a Veszprém Festen teltházas koncertet adtak óriási sikerrel idén nyáron, megnyerte a Vadas Vera az együttest, hogy a decemberi időszakban, december végén, december 26-án, tehát még karácsonykor adjanak egy koncertet a Momkultban, és ők akusztikus formációban jönnek. László Bordizsát kérem szépen. Mennyire egyedi az esetetekben az akusztikus koncert? Körülbelül olyan, mint a nadrágom. Igen, szép napot kívánok. Igazán nem akarom a... Mert jó, hogy mondják, a jó... Nem kell cégért. Jobbornak nem kell cégért. Szóval Cotton Club Singers egy évben egy fellépést vállal Budapesten, ami nyilvános, ez lesz az első. Egészen az utolsó napokig kivártuk ezt a pillanatot. Sőt, azt is mondhatnám nagyon nagyképűen, hogy június 20-ai Erkel Színházi koncertünket emiatt mondtuk le. Nem, hát a valóság az az, hogy nagyon sok budapesti lemaradt a 25 éves jubilomról, mert levittük Veszprémbe a Veszprém Festre, és hát sokan jelezték, hogy hát ez sajnos ez probléma, mert hogy nem tudtak lejönni, meg stb. És akkor ezért agyaltunk, hogy hogyan legyen, és akkor megkerestük Verát is, ebből lett egy olyan fúzió, hogy én már eleve úgy gondoltam, hogy ha valamikor ezt megismételjük Budapesten, akkor egy akusztikus unplugged műsort hozzunk létre, és ez lesz most, december 26-án, ami azt jelenti, hogy akusztikus hangszerek, ugyan, de mikrofonnal kierősítve, tehát semmi nincs szép magyar szóval bedugva. Tehát, hogy ezt fogjuk mi így előadni, és ezt részletezve nagyjából úgy néz ki, hogy zongora, Fender zongora, nylon húros gitár, jól tudom, a bőgő is csak úgy, hogy mikrofonnal, és a Berdy Stomi, a dobosunk pedig egy valami nagyon speckó öreg dobot fog hozni, ezt mondta legalábbis. Úgyhogy nekünk ehhez már csak hozzá kell rakni azokat a zsidó szerzők által is korábban megírt Cotton Club Singers által korábban játszott dolgokat. Átdolgozzuk ebbe a közegbe, ebbe a millióbe, és hát szerintem nagyon, nagyon izgalmas lesz ennek a megvalósítása, mert nagyon ritka, sőt talán nem is csináltunk mi még nagyon igazán unplugged-ot a tényleges múltunkban, ugye 13-4 éve most már feloszlott a csapat, és ez tényleg nagyon tartjuk magunkat, hogy évi egy Pesten, és egy-kettő vidéken, ami nyilvános koncert. Úgyhogy ezt most mi örülünk, hogy idén ez megvalósulhatott a zsidó művészeti napok keretén belül, úgyhogy én nagyon bizakodva nézek, hogy ez sikere is visszük, mint ahogy korábban is tettük már számos hasonló fesztiválon, amit a Vera rendezett. Ismert szemben. Ilyen, az ismert slágereiteken kívül. Mit ez a zsidó kultúrás zenekarnak? Van ez? Hát vannak, nagyon sok, mondom, tehát zsidó zeneszerzők által komponált dalok. Van egy-kettő nyilván, ami tradicionális, amit sokszor játszottunk, a By Me, biztos én, a Hava Megilla, ezeket mi mind játszottuk, de még nekem volt már olyan műsorom még régen a zsidó fesztiválon, amire meghangszereltünk latinosabbat, amiben Biro Aste is benne volt. Szerintem onnan is át fogunk emelni. Nekem elég nagy a repertoár ebből a szegmensből, Hofi Géza által ugye feldolgozott Hegedűs a háztetőn, azokból is átemeltünk hangszereléseket. De a Singers önmagában tehát annyira nincs jelen, hogy ha meg jelen van, az mindig egy ünnep, úgyhogy ezzel az ünneppel december 26-án karácsony, a harmadik napján, jól számolom? Az a második? Ezt soha nem tudom. Második. Jó. Tehát akkor a karácsony második napjára mindenkit, a nézőket is és a művésztársaságot is elrángatjuk a Beiglim elől, úgyhogy ez várható december 26-án. Mert
tehát hogy minden zsebben van valami még újabb, hát most a Katamarulap Singers programja, ugye ez nem volt betervezve, ez nem maradt el kétszer-háromszor, hanem ez most itt az új időszak, és az első, és a nem mondjuk, hogy megismételhetetlen, reméljük lesz még máskor is. A december 27-én, tehát akkor karácsony harmadik napján, hogyha van ilyen, Nára Érika és művész barátai is valami nagyon különleges csemegével készülnek. A művész barátok Peller Anna és Peller Károly, Karcsi itt van, várunk benneteket szeretettel a színpadra, az Oscar-díj történetébe fogják önöket beavatni, és szintén a Mankultban lesz majd a koncert. Szintapot kívánunk, nagyon sziasztok! Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Megpróbáltuk bocsánat, mondhatok először valamit, hogy én nagyon örülök, mert én még soha nem léptem föl a fesztiválon, és nagyon mindig néztem a programokat, volt, amire el is mentem, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és csak szerettem volna elmondani. Tessék, Erika! Igen, arra próbáltam rávenni Karcsit, hogy ugye Oscar-díjas történetek, Oscar-díjas dolog, és van egy nagyon édes Oscar-díjas történet, hogy David néven vezeti az Oscar-díjat, és mögötte átszalad valaki mesztelenül. Ez ma már nem fordulhat elő, mert sokkal nagyobb. Gondoltuk arra, hogy ezt most itt előadjuk. Igen, tehát Karcsi, szóval, mert akkor föl tudnánk hívni a programra jobban a figyelmet, kicsit kiugranánk ebből a programsorozatból. De megpróbálunk azért így is valami különlegeset hozni, de még ezt nem döntöttük el, hogy 27-én Karcsi átszalad a mesztelenül a színpadon, nem? Ez legyen a tényleg ezt levettessük, mert akkor hát a több igen, jegyet vesznek. Igen, a több jegyet vesznek. Majd sokkal kevesebbet. Na szóval visszatérve a programra. Szóval Oscar-díjas történetek, Oscar-díjas dalok. Abban a szerencsés helyzetben voltam, amikor válogattam a dalokat, ennyit talán elárulhatok, hogy ráoktrojáltam a két művészre az én zenei ízlésemet. Nagyon nagy a repertoár, hogy úgy mondjam, tehát hogy inkább az volt a kérdés, hogy mit hagyunk ki. És még egy dolgot szeretnék tisztázni, Peller Anna nem testvére Peller Károlynak. Nem is az anyukám. Igen. Ahogy Nárai Tamás sem az én testvérem, viszont valószínűsíthetően, ha már Oscar díj, akkor az ő valamelyik csodálatos ruhaköltemjébe fogok, ha addig belefogyok és karácsonykor nem hízom vissza, föllépni. Szóval egy csomó olyan nóta lesz, mint például, Károly, te mit fogsz énekelni? Mit válogattam neked? Én szabad akaratomból választottam azokat a dalokat, amiket Erika rám erőszakolt. Nem, nagy egyetértés volt. Hát a Cherbourgi esernyőkből lesz a nagyon híres láger, lesz New York, New York. Nem lesz New York, New York. Ja, New York, nem lesz, azt lehúztuk végül, hogy ez nagyon ismert. Mit éneklek még egyszer? Cherbourgi esernyő, Love Story. Love Story, akkor csinálod a mit is éneklek? Ja igen, édesanyám kedvenc filmjéből, a Casablancából, az As Time Goes By, ami ez nagyon édes történetem van. Sajnos anya már nincs velünk, de annak idején, amikor vasárnap esténként a Casablanca ment, akkor mindig azt mondta, hogy most már ő egész nap dolgozott, leül a tévé elé, és ha bárki meg mer szólalni, mert ő ezt a filmet, ez neki ez a kedvenc, és hogy nézni, és a következő történt. Ingrid Bergman, Váradi Hédi. Idáig jutott. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ha már ugye soha többet nem nézheti meg ezt a filmet, de talán ha te majd elénekled, akkor egy picit rá is gondolunk. Úgyhogy várunk mindenkit, sok szeretet. Várjál, még beszéljünk. Mit akarsz? Ne zárd le. Hogy én mit énekelek? Kérdezzek, hogy én mit énekelek? Erika, te mit énekel? Én is egy csomó nótát fogok énekelni. Egyébként igyekszünk majd eredeti nyelven énekelni, egyetlen egy dalnál, ami már biztos teszünk kivételt. A végére nem bírtam ki, hogy a Irving Berlinnek, aki egy fantasztikus zsidó származású, ugye valamikor Oroszországból emigrált Amerikába, és egy nagyon külön, egyébként a zsidó művészeti napokon már megemlítettük az ő élettörténetét minden szempontból, zeneileg és prózában is. Szóval, hogy írt egy csodálatos összefoglalót a mi művészetünkről, a színpadi létről, a There's no business like show business, és én arra annak idején írtam egy magyar szöveget, úgyhogy akik akkor ott voltak, azoktól elnézést kérünk, de ez idén is el fog hangzani ez a dal, mert azt éreztem, hogy ennek muszáj ott lenni a végére. És az Annát azért választottuk a csapatba, hogyha már milyen jókedvűek vagyunk, akkor egy szomorú lány, és akkor legalább ő vegye komolyan majd ezt az egészet. Egyébként üdítő változatosság, hatodik alkalommal állok itt, és én is szeretném ezt megköszönni a Zsimminek a színpadán, hogy két olyan művész áll majd mellettem, akiknek képzétek van a Facebook és Instagram oldalra, úgyhogy lesz hol népszerűsíteni a programot, nem csak az én oldalamon, ez egy csodálatos érzés, és egyébként most tényleg visszatérve egy kicsit komolyan a dologra, hogy
miután ez egy zsidó művészeti napok, egy ilyen fesztivál értelemszerűen gondolkodtuk, hogy hát mi köze lehet ennek az egész Oscar-díjnak a zsidókhoz, hát világon semmi tényleg. Filmeszakmához senki nincs, mert nem találtunk olyat gyakorlatilag, aki tényleg valamilyen formában ne kötődne ehhez, de egyébként lesz egy blokk, amikor kifejezetten olyan témájú filmek köré fogunk majd sztorikat mesélni, és megelevenedik majd egy-egy olyan dal, ami kifejezetten ebben a kultúrkörben rettenetesen ismert és népszerű, és készülünk egy olyan meglepetéssel, amit még a Vera sem tud, pont ebben a tárgykörben, úgyhogy azt szeretnénk elérni, hogy a sok vidámság mellett majd legyenek olyan pillanatok is, amikor egy kicsit elcsendesedünk belülről, kívülről, és picit akár még pityereghetünk is. Úgyhogy Karcsi, mikor lesz a program és hol? December 27-én a MOM Kulturális Központban. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Mondanám, hogy minden jó, ha jó a vége, de most visszaugrunk a fesztiválnak az elejére. Az első program ugyanis nem más, mint a Budapest Bár koncertje lesz. Farkas Róbert, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Akik szintén visszatérő vendégei a zsidó művészeti napoknak, és hogy az irodalom rajongóinak is kedveskedjünk, most Grecsó Krisztián lesz majd a vendégetek, úgyhogy légy szíves, mesélj, hogyan készültök erre a koncertre. Szép jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát mivel közösen nem muzsikálunk, ezért nem kell együtt próbálnunk. És már mi meg kiválasztottuk a dalokat, természetesen régi pesti dalokat fogunk játszani, és új dalokat is, már úgy új dalokat, hogy az újabb albumokról, amiket nemrég készítettünk, de szerencsére ott is vannak régi dalok, úgyhogy tényleg régi dalokat fogunk játszani, régi pesti dalokat, és Krisztiánnak elküldtük, és az ő írásaiból válogat kimondottam minden dalhoz. Vagy két-három dalonként egy kis felolvasást fog a nagy örömünkre megtenni aznap este, és az énekesekről csak annyit, hogy elég sok énekes lesz a Budapest Bárral aznap este, hisz velünk lesz Németh Juci, Behumi Dóri, Lomasi András, Szűcs Krisztián és Kollár Klemenc László. De lehet, hogy Frank is, amint hallom, úgyhogy mindig van valami újdonság, és egyébként én is, és a zenekar is már nagyon várjuk, hogy játszassunk, hisz több időpontról került át, és nagyon remélem, hogy ez már fix lesz azért is, mert már a MOM-kultba azt hiszem most már lassan minden jegy el van adva. Minden jegy el van adva. Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy akinek van jegye, az sok szeretettel várja. Köszönjük szépen! Szóval a jegyeladás nyilván nagyon-nagyon fontos, de számunkra az is fontos, hogyha csak egyszerűen azért írtok a zsidó művészeti napokról, mert hogy a zsidó kultúra népszerűsítését tartjuk nagyon fontosnak. Tehát arról is lehet írni, amire már nem lehet jegyet kapni. Hát örüljünk neki, hogy teltház van, és van néhány ilyen koncertünk már természetesen. Most egy egészen különleges utazásra hívlak titeket, méghozzá Marosvári Dorottya segítségével, és amíg ő kijön, addig elmondom. Ő az Igaz Gyöngy Alapítvány képviseletében érkezett, akit azért kért föl Vadas Vera, a zsidó művészeti napok igazgatója, mert a zsidó művészeti napokat ezt megelőzően felkérte a City Art Spices for Peace, ami egy New York-i alapítvány. A New York-i szeptember 11-i tragédia kapcsán indult el, és jelenleg a világ több mint 100 országa kapcsolódott ahhoz az eseménysorozathoz, amelyeket ők szerveznek. Most egy gyermekrajz kiállításról fog beszélni majd Dorottya, amiben közreműködik az Igaz Gyöngy Alapítvány és az ő általuk felkarolt gyerekek, és hogy ennek mi a lényege és mi a témája, lévői kedves gyere, mondd el. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy elmondták, én az Igaz Gyöngy Alapítvány kommunikációs munkatársa vagyok, nem én vagyok a művész, hanem azok a gyerekek, akiknek majd a rajzait ki fogják állítani itt a Mázeltóban. A kiállítás megnyitó november 29-én lesz, úgyhogy addigra onnantól kezdve lehet megtekinteni egy hónapig ezeket a rajzokat. Az Igaz Gyöngy Alapítvány, bár gondolom sokan hallottak már róla, 22 éve dolgozik az esélyegyenlőségért és a gyerekszegénység felszámolásáért. Beletyújtfalban van a központunk, és a körött vannak olyan
falvak és kisvárosok, ahonnan járnak hozzánk gyerekek. 22 éve Elritók Nóra egy művészeti iskolát alapított csak, és gyerekekkel kezdett el dolgozni, és azóta a tevékenységi körünk egyre bővült, és elkezdtünk dolgozni a családokkal, a szülőkkel, aztán a teljes közösséggel, és most már 11 éve egy olyan komplex programot működtetünk, amiben próbáljuk megtalálni az összes olyan beavatkozási pontot, amivel segíteni tudunk ezeknek a mély szegénységben élő gyerekeknek és családoknak. És ez a művészeti iskola, aminek a rajzait itt majd megtekinthetitek, jelenleg is működik, már 22 éve, és belekért fel minket arra, hogy részt vegyünk ebben az együttműködésben, amiről már hallhattatok. A kollégáim mondták, én nem vagyok rajztanár, hogy a gyerekek nagyon nagy érdeklődéssel fogadták a témát. A békéről kellett rajzolniuk, az volt a kérdés, hogy mi számodra a béke. És ezzel kapcsolatban egyrészt beszélgettek is, egy kicsit a tanárokkal, és utána elkészítettem mindenki a saját rajzát. És hát nagyon-nagyon érdekes volt a tanárok számára is, hogy a gyerekeknek mi jutott eszébe erről, azoknak a gyerekeknek, akik nagyon-nagyon szegény körülmények közül jöttek ebben a művészeti iskolában, amiről beszélek, a gyerekek kétharmada hátrányos helyzetű. És azt láthatjátok ti is majd itt, hogy ezeknek a gyerekeknek mit jelent a béke. És ami még fontos, hogy ez a november 29-i dátum egy nagyon szomorú, szörnyűséges eseménynek is emléket állít, mert hogy 77 évvel ezelőtt ezen a napon jelölték ki a budapesti gettó falait. És ennek a gettónak sok-sok helyen megtalálhatók a falai Budapesten, de itt a Mázártonban is van egy fal. Elvileg ki fogják bontani majd, és akkor látszódni is fog, jelenleg favorítást akarja. És erre az eseményre emlékezünk ezzel a kiállítással. Úgyhogy várunk mindenkit egy hónapon keresztül itt, és aztán online is megtekinthetik ezeket a rajzokat. Köszönöm szépen! Várjunk a fotós kollégákat, újságíró kollégákat majd a november 29-én a kiállítás megnyitójára is, és a gettó falára felhelyezett tábla avatására is, hiszen emlékeztetni szeretnénk ezzel az emléktáblával a következő generációkat, a jövő generációit a 20. század egyik legborzalmasabb korszakára, amikor gettóba zárták a budapesti zsidóságot, és hát a tragikus sorsokról tudjuk, megvannak az ismereteink. Kulcsár Noémit vártok még, de időközben le kellett mondania ezt a mai sajtótájékoztatót, nagyon sajnálja, hogy nem tudik lenni, de ő egy izgalmas workshopot szervezett a Táncművészeti Egyetemre, ami holnap indul, tehát az igazi első programja az őszi zsidóművészeti napoknak egy táncművészeti workshop. A koreográfus Izraelből éppen most a levegőben van, érkezik ide budapestre, Idan Sarabi, aki háromnapos kurzust tart a Táncművészeti Egyetem hallgatóinak, a kortárs tánc egyik nagymesteréről van szó, tehát elég nagy volt a rá az érdeklődés. Készül majd erről valamiféle videóbeszámoló, úgyhogy a Facebookon fogjátok tudni majd követni, vagy valami összefoglalót fogtok tudni erről látni. Véget ért a művészek szereplése, szóljatok, ha valaki itt van és kihagytam volna, mert nem vettem észre, hogy közben megérkezett volna, oké. Tehát mindenről beszéltünk, ami december 27-ig tart. Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk a koncertekre, az előadásokra, a klasszikus komoly zenétől az irodalom szerelmesein át, a könnyű zene és a jazz rajongóit, amire már nincs jegy, májusban újra találkozunk, akkor majd újra megrendezzük, természetesen mindig új és újabb művész formációkkal, mert hogy ennek a fesztiválnak az is az egyedisége, hogy egyedi felállásban érkeznek ide a művész vendégek, többnyire az esetek 90%-ában.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, írjatok, beszéljetek rólunk, és most pedig a Manzeltov finomságaihoz jó étvágyat kívánok, és hogyha interjút szeretnétek kérni a művészektől, bárkitől, akkor most tudtok egyeztetni, vagy akár el is készíteni. Nagyon szépen köszönjük!